Istenünk igéjét olvasom, úgy, amint írva található és szólít bennünket Lukács evangéliumának első részében, a 37. versben eképpen. Az Istennek semmi sem lehetetlen. Ha sok időnk lenne beszélgetni, akkor annyit kérdeznék, mint amennyit kérdeztek most már hosszú hetek óta magatoktól, tudnélik, hogy jól felkészültél-e. Azt kérném, hogy beszélgessünk és kérdezgessük egymást, hogy jól felkészültél-e. Sőt, azt is kérném, és ez már érzem, hogy bátrabb lenne, hogy válaszoljunk rá őszintén. Hogy felkészültem-e. És azt kérném, hogy sorjázzuk mindazokat az élethelyzeteket, amelyekre nézve nektek itt és most aktuális ez a kérdés, felkészültél-e? Arra gondoltam, hogy melegítsünk be egy pár bemelegítő kérdéssel, hogy aztán eljussunk a kérdéshez, felkészültél-e? Emlékeztek, mert hogy bizonyára mindenki emlékszik, a felolvasott ige szakasz kontextusára, Szentírásban és a Biblia történelmében való elhelyezkedésre. Ha sok időnk lenne, nem elmondanám, hanem játszanánk és kérdeznék, aztán a végén értékes nyeremények birtokába térhetnének haza azok, akik jó választ adtak. De egy picit közelítsünk rá a történetre, hogy aztán eljussunk a kérdéshez, jól felkészültél-e? Emlékeztek az ószövetségi kortörténetre? Ha sok időnk lenne, én kérdeztem volna, ti pedig kisújból elmondtátok volna, a nagyobb korszakokat, patriarchális kor, kivonulás, bírákkora, egységes királyságkora, kettészakadt királyság, babiloni fogság, hazatérés, intertestamentális. Kérem, helyezzétek be Illést. Hol van Illés a sorban? Szóljatok, amikor megállhat. Most. Így igaz. Kettészakadt királyság korában járunk. Miért szakadt ketté a királyság? Mindannyian jól tudjátok. Az első három király után, Saul, Dávid, Salamon, egy trónviszály történik. Nem bír már megegyezni az idézőjeles megoldás, hogy azt, ami addig egy volt, ketté szakítják. Két uralkodó, északon Izrael, délen pedig Júda. Ha sok időnk lenne, sokat mesélhetnénk róla. Emlékeztek a bibliai térképekre, valahogy így nézett ki a történet. Délen két törzsből Júda, Jeruzsálem központtal, északon pedig a megmaradt törzsek, 10 törzs, Samária központtal. Akinek nagyon sok ideje van, és mindannyian nyilván nagyon sok idővel rendelkeztek, mert hogy féke van a vizsga időszaknak, azt kérem, hogy szorgalmi házi feladatként lapozza fel a bibliai lexikont, valamelyik polcán mindenkinek otthon megtalálható, és lapozzunk bele a felolvasott történet, hogy így mondjam, fő fogalmai közé. Én most csak felolvasom, nem megyek bele, nem kezdem el magyarázni, fellapoztuk, felolvasom. Illés. Eliáhú jelentése, Jahve az én Istenem, proféta a judaizmusban, a kereszténységben, az iszlámban. Az Ószövetség, a Talmud, a Misna és a Korán is ír róla. Malakiás egyik jövendőlése szerint, jól ismeritek, emlékeztek rá, ő fog visszatérni, az ő visszatérése fogja megelőzni a messiás megérkezését. Az izraeli Akháb király, tehát északon járunk, az északi ország részben Krisztus előtt, nagyságrendileg 874-853 idején működött. A királyok első könyvéből kiderül, hogy Tisbéből, vagy Tesbites Illésként ismerős, Tisbéből származásáról nem tudunk semmit, sem Tisbé hollétéről sem maradt fent történelmi dokumentum. Szinte feltűnés nélkül jelenik meg a királyok könyvében, amikor egy visszaélés kapcsán felszólal Akháb és felesége a tűroszi származású Jezábel ellen. A királyné eztán hajtóvadászatot indít a proféták ellen, Illés és társai a Kerítpatak völgyében találnak menedéket, nagyságrendileg itt járunk a felolvasott történetben. Akháb király. Krisztus előtt 869-850, többen vitatkoznak róla, hogy pontosan mikor, Izrael királya, Omri fia és utódja, jelentős politikus, akinek uralkodása alatt nagyarányú építkezések folytak az ország, katonailag és kereskedelmileg is sokat fejlődött. Tehát annak ellenére, hogy egy viszonylag bizonytalan, instabil időszak, egy nagyon komoly felfelé ívelő időszak az egységes királyságot követően, mégis vannak bizonyos szempontból sikerek és bizonyos szempontból áldások a ketté szakadt ország részekben is. Megszilárdította Izrael viszonyát a főníciaiakkal, a tűroszi király lányát, tehát Jezábelt vette feleségül, olvassuk tovább a bibliai lexikont,
A délen fekvő júdai királysággali szövetséget kötött, és egyik lányát, Atáliát, Jósafát királyhoz, Jósafát király fiához, Jórámhoz adta nőül. A külpolitika területén legtöbbször a damaszkuszi királysággal került konfliktusba, de többnyire sikeresen visszaverte az országába betörő II. Ben-Hadad arámi király seregeit, akik egy alkalommal foglyul is ejtett, és csak jelentős engedményekért cserébe bocsátott szabadon. Az izraeli kereskedők külön kereskedelmi negyedet kaptak Damaszkuszban, továbbá Ben-Hadad ekkor lemondott több határmenti várostól, tehát katonai és gazdasági sikereket is elkönyvelhet ez a király. Krisztus előtt 854-ben egy arámiak ellen indított csatában megsebesült és meghalt. Halála után fia Akházia foglalta el a trónt. Tudjátok, jellemző az északi ország része, hogy szinte kivétel nélkül istentelen királyok uralkodnak, egész egyszerűen nincs jelen Isten tisztelete, szinte eltűnik, kihal, elvész a Jahve kultusz, és helyette jelenik meg a mindannyiatok által jól ismert Baál kultusz. Baál sém istenség a kánaánita mitológiában általában él égisten fia, ő gondoskodik az esőről, biztosítja az emberek és jószágok termékenységét személyéhez, az éltető eső mellett a pusztító vihart is kapcsolták. Értelmezését idővel kiterjesztve az életet képviselő, a halál felett diadalmaskodó isteni személyként jelölik meg. Női aspektusát Baálat, illetve Baál leánya, testvére és hitvese Anat istennő testesítik meg, olvassuk tovább a Biblia lexikonba. Baál akárcsak apja, él állata a bika, attribútumai a bikaszarvas sisak és kezében tartott villám. A hellenizmus idején Zeus és Jupiter istenekkel azonosították eddig, és nem tovább, csak egy mondattal a bibliai lexikonból. Palesztinában számos helynév, Baal Hermon, Baal Gád, Baal Meon. Különösen nagy tiszteletnek örvendett ez az istenség a föníciai városokban és ezek gyarmataiban. Na, egy utolsó. Az izraelitáknál Palesztinában való megtelepedésüktől kezdve gyakran mutatkozott Baal tisztelete, ezt is tudjátok. Így különösen a bírák korában, később pedig, amidőn Izrael ország királya, Akhá feleségének, Jezabel tíruszi királynak a kedvéért terjesztette népe között. Blablabla, blablabla. Bla. Érthető tehát a harag és az elkeseredett gyűlölet, amelyel a proféták Baál tiszteletének minden nyilatkozásával szemben viselkedtek. Itt csöppenünk be. Tehát a történetbe, és madártávlatból valahogy itt kapcsolódunk be az ószövetségi akkor igen viharos és igen zaklatott történelembe. Az egy királyok 18-at nem olvastuk fel végig, mert hosszú lett volna, de akik ezt megteszik szorgalmi házi feladatként, ilyen és ehhez hasonló kifejezésekkel és tartalmakkal fognak találkozni. Nézzétek csak! Nagy égség volt, Jezabel megölette az úr prófétáit, íme itt van Illés, akit Isten azért küld, hogy ezt a rettenetes házaspárt valamilyen módon és valamilyen eszközzel megállítsa. És elérkezünk ahhoz a történethez, amelynek kiteljesedését már olvastuk, tudnélik Isten ítélet a Kármel hegyén, amikor is mind a Baál proféták, mind pedig Illés, Isten profétája, hogy így mondjam, bizonyítandó hitét és Istene iránti elköteleződését, oltárt épít, és áldozatot mutat be. Ezt a kérdést tettétek fel, hogy felkészültél-e? Ha sok időnk lenne, akkor én kérdeznélek titeket, hogy felkészültetek-e? És ha lenne rá lehetőség, balga és buta gondolat, megkérdezni azt a valakit, akivel kapcsolatban ezt a pár gondolatot hallottuk, kíváncsi lennék, mit válaszolna. Több ezer év távlatából egy ember, egy proféta, akit Isten különösen nehéz időben, különösen nehéz szolgálatba állít. Ha megkérdeznénk, vajon mit válaszolt volna? Felkészült ő mindenre. Felkészült ő mindarra, amire itt csak utalunk, hogy nagy éhség, nélkülözés, szükség éveken át, akár a fizikai megmaradás is kérdés. Felkészült ő arra, hogy jön egy ember, aki gátlástalanul minden eszközzel ellene támad. Fel lehet készülni arra, hogy valaki az életére tör. Fel lehet készülni arra, hogy Isten olyan feladatot bíz rá, amely szinte emberfeletti erőt igényel, és emberfeletti helytállást. Fel lehet erre készülni?
A kérdés költői, de hoztam még hármat mellé. A felolvasott történetet kutatva, annak mélységeit vizsgálva, nekem három újabb kérdés jutott eszembe. Engedjétek meg, hogy a történet gondolatába mélyedve ezt a három kérdést helyezzem a szívetekre. Mert hogy Illés történetében legkevesebb benne van még három, aztán ki tudja még hány kérdés, én ezt a hármat fogalmaztam meg magamnak. Kihez tartozol? Lehetetlen vagy lehetséges? És hogyan tovább? Ezt a három kérdést engedjétek meg, hogy közel hozzam hozzátok. Kihez tartozol? Lehetetlen vagy lehetséges? És hogyan tovább? Ha beszélgetnénk, én kérdeznélek. Felkészültél? Egy vizsgaidőszak végén jártok? Már aki? A kérdésem költői, már akinek? Felkészültetek? Úgy, ahogy ezt elvárták? Úgy, ahogy ezt számon kérték? Úgy, ahogy te elvártad magadtól? Úgy, ahogy te erőd, időd, energiád szerint felkészülni akartál és tudtál? Én kérdeznélek, felkészültél a mai nap lehetőségeire? Készen álltam ma reggel arra, ami már mögöttem van? Találkozások, beszélgetések, feladatok, lehetőségek. Készen álltam ma reggel, amikor találkoztam, megszólítottam, kapcsolatba léptem. Milyen emberként tettem? Olyan valakiként, aki felkészült, hogy adjon, hogy ajándékká legyen, hogy gazdagítson másokat? Vagy pedig ott volt talán a vágy a szívembe, de olyan sok más egyéb fette el ezt az állapotot, hogy én készen lettem volna. Hadd kérdezzelek a kérdés költői. Felkészültél arra, hogy adj? Jól felkészültem arra, hogy valakinek adjak? Akár csak egy mosolyt, akár csak egy gesztus értékű érintést, akár egy bizalmas beszélgetést. Felkészültem én, hogy adjak? Feltétel nélkül, elvárás nélkül. Felkészültem arra, hogy odaálljak egy másik ember mellé, mint ahogy neki oda kellett állni sokak mellé, és betölteni azt a küldetést, amit Isten rábízott. Felkészültem arra, hogy feltétel nélkül, önzetlenül, tiszta szívből szeresselek. Felkészültem arra, hogy tanítványként éljem meg ezt a napot. És felkészültem arra, hogy tanítványként éljem meg a reám váró éveket. Nézzétek, kezdjük az elsővel, hogy fokozzuk a kérdéseket. Kihez tartozol? Akik ismeritek a történetet, jól tudjátok, és egy picit érintettük a kortörténeti hátteret, itt, ebben a korban, ebben a történelmi helyzetben egy döntő nagy kérdés, kihez tartozol? Isten népéhez, vagy a Baál proféták népéhez? Kihez tartozol? Itt talán évek mennek el azzal, hogy ez a két csapat, ez a két tábor szinte halált megvető bátorsága, mint látjuk, egymásnak megy, egymásnak feszül. Az egész konfliktus mélyén ez a nagy kérdés, hogy kihez tartozol? Mert hogy ugyebár dönteni kell. Isten népének tagja vagyok én, vagy a Baál népének tagja? Isten törvénye határozza meg az életemet, vagy a pogány bálvány kultusz szokásai? Isten iránti engedelmességben járom én az életemet, vagy a korszellem és mindaz, ami abból fakad, irányít és determinál engem? Nektek ez nem kérdés. Soha senki ezt a kérdést magának nem fogja feltenni, hogy Isten népéhez vagy Baálhoz tartozik. Én sem teszem fel nektek. Megmosolyognátok, ha ezt kérdezném, hogy Isten népéhez tartozol én vagy Baál népéhez. Mert a kérdés nem kérdés. De a kérdés mégis kérdés, kihez tartozol? Nemrég találtam egy ilyet, és tudom, hogy ez sem kérdés számotokra, de eszembe jutott. Kihez tartozol?
Hozzáértő szakemberek vizsgálták a mai magyar felnőtt társadalom tagjait, hogy kihez tartoznak, ha úgy tetszik, mihez tartoznak, és különféle tartalmakkal, élettartalmakkal, szabadidő eltöltési lehetőségekkel számokhoz, számarányokhoz kötötték a kutatást. Nézzétek meg, napi szinten, percre lebontva, ki kihez vagy mihez tartozik. Gyors leszek. Barátkozásra 40 perc egy átlagos felnőtt mai magyar nő időbeosztása napi szinten. Olvasás 22 perc. Sport vagy sportjellegű tevékenység 13 perc. Pihenés 22 perc. Játékhobbi 8 perc. Önkéntes munka 8 perc. Kultúra 3 perc. Egyéb 7. Kihez tartozol? Tették fel a kérdést. Ha hinni lehet a számok válaszának, 2 óra 37 perc megy el átlagosan a mai magyar felnőtt társadalomban a televízió bálvány imádatával. Itt gyakorlatilag nem sorolom fel, az arányok ugyanazok. Rátok ez se vonatkozik. Ezzel is tisztában vagyok. Senkit nem érint ez a csúnya kijózanító szám. Senkit, aki itt van. Ezt én tudom. De a kérdést így fogalmaztam meg, kihez tartozol? Kihez tartozol, mert hogy ugyebár dönteni kell, és akkor eszembe jut egy olyan gondolat, ami már lehet, hogy érint, hogyha ezt a kérdést teszem fel, kihez tartozol. Idézem a költőt, ti ezt ismeritek, kíváncsi lennék, hogy mi a válaszod. Emlékeztek? Sem utóda, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse, nem vagyok senkinek, nem vagyok senkinek. Tudjátok a folytatást. Vagyok, mint minden ember, fenség, éjszakfok, titok, idegenség, lidérces, messze fény, lidérces, messze fény, de jaj, nem tudok így maradni, szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, látva lássanak, ezért minden önkínzás ének, szeretném, hogyha szeretnének, s lennék valakié, lennék valakié. Illés dönt, hogy kié legyen, igaz? Istené. A Baál proféták is döntenek. És akkor megszólal egy hang a szívemben, szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak, látva lássanak. Ezért minden önkínzás ének, szeretném, hogyha szeretnének. S lennék valakié, lennék valakié. Kihez tartozol? És bocsássátok meg, ez most támadólag fog hatni és tolakodónak. Kihez tartozom? Miközben sem utóda, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse, nem vagyok senkinek, nem vagyok senkinek. Kihez tartozom? A saját álmaimhoz, saját vágyaimhoz, saját terveimhez tartozom. Ki tudja, mióta görcsösen szorongatva őket? Vagy Isten velem kapcsolatos tervéhez. Kihez tartozom? Sem utóda, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse lévén. Kihez tartozom? Régi sebek, régi fájdalmak, régi csalódások rabiaként tartozom a múltam fájó, sötét emlékeihez. Vagy, és nektek ezt nem kell mondani, tőle új szívet nyert, új életet nyert emberként tartozom már hozzá. Kihez tartozom? Olyan álmokhoz és tervekhez, amik őszinte emberi szívből fakadtak, de untalan bebizonyította az élet, mondjuk így az életünk ura, hogy nem tőle van. Kihez tartozom? Megálmodott embereimhez, megálmodott élettartalmaimhoz, vagy ahhoz a valakihez, aki most egy rettenetesen kényelmetlen és nehéz, sőt, úgy tűnik majd a végén kiderül, hogy elviselhetetlen helyzetbe taszítja az ő emberét. Kihez tartozom? Minden áron, mindenek felett, minden nehézség, minden külső körülmény ellenére. Nektek ez nem kérdés. Mert azért vagytok itt, mert a válaszotok az volt, hogy hozzá tartoztok. De ugye kérdés ez. Sokak számára sokszor kérdés. Kihez tartozom? Erősödjünk meg Illés prófétai küldetését látva,
hogy mindennek ellenére, minden mélység és minden nehézség és minden külső akadály ellenére tessék hozzátartozni. A második. Lehetetlen vagy lehetséges? Hallottuk a felolvasott igében, előtte még részletesebben írja a Szentírás, hogy mik előzik meg ezt a Kármel-hegyi ítéletet. Megjelennek a Bál proféták, megjelenik Illés, és akkor bizonyítandó kinek-kinek a hovatartozását, a hitét, azt mondja a proféta, hogy építsünk oltárt, és kiki bizonyítson, mutassa meg. Ha övé az Isten, akkor elfogadván az áldozatot, azt majd ő szívesen fogadja, tehát az áldozati oltár fellángol, az áldozat pedig elég. Tessék bizonyítani. Lehetetlen vagy lehetséges? Adódik a kérdés. Illés fogja a vödröt, megtöltik vízzel, körbelocsolják az oltárt, és úgy tűnik, hogy ami első pillantásra esetleg még lehetséges lenne, az második, harmadik lépésben egyre inkább úgy tűnik, hogy nem lesz lehetséges. A körülmények és a helyzet egyre inkább úgy tűnik, hogy azt mutatja, hogy ez lehetetlen. Ők többen vannak, 450 Baál proféta gyűlik össze, 450 kontra 1. Lehetetlen, mert ők szám szerint többen vannak. Lehetetlen, mert köztük van a király, a király kezében minden hatalom, fegyveres épp úgy, mint egyéb, tehát többen vannak, mint a proféta, tehát lehetetlen. Lehetetlen, mert neki fegyverei, katonái vannak, ezek meg itt, a közös erő, a közös elszánás nevében legkevesebb, de majd megmutatják, mit tudnak. Aztán ráöntik ezt a bizonyos vizet, és akkor úgy tűnik, hogy minden, de minden körülmény azt igazolja, hogy ez lehetetlen. Legutóbb tegnap hallottam egy lehetetlen történetet. Legalábbis ezt a kérdést tettem fel, nem tudom, Illés feltette magában, hogy lehetséges, hitáltal, lehetséges, vagy lehetetlen. Tegnap találkoztam valakivel, akit hosszú évek óta nem láttam. Teológus voltam, amikor abban a gyülekezetben járt családjával, egy 3 gyerekes édesapa. Úgy tekintettem rá, mint a minta férja, minta családapa. 3 szép gyermek, hozzánk jártak hittarra, meg ifire. Jó volt rájuk nézni. Minden vasárnap ott ültek, ott sorjáztak a templomban, mint az orgonasípok. Aztán én eljöttem abból a gyülekezetből, hosszú évek teltek el, nemrég rám írt Facebookon a 3-ból az egyik, aki már friss diplomás fiatalember, hogy Tamás, baj van, jó lenne, ha segítenél. A szüleimnél valami nincs rendben. Érezték, hogy valami nincs rendben, aztán jobb hiány megkeresik a lelkészt, jobb hiány a lelkész egy pár levélváltás után eljut oda, hogy az egyház házasság és családsegítő misszióját ajánlja, hogy ami zörög és zöcsög, azt próbálják összerakni, aztán eltűnnek, eltelnek hetek. Aztán megint jön egy üzenet, hogy most még nagyobb a baj. Aztán jön egy telefon, hogy találkozzunk. Most már nem a fiúval, hanem az apával. Az történt ugyanis, itt jön a kérdés, lehetséges vagy lehetetlen-e még a gyógyulás, a segítség. Nos, meg volt beszélve az időpont a házasság és családsegítő misszióba, hogy elmennek, hogy ami zörög és zötyög és szétesni készül, azt még összerakják. És aznap este az asszony kint volt a nyaralóba, a férj pedig maga se tudja miért, de utána ment, hogy megnézze, mi újság odakint. Aztán, amikor megérkezett, az elbeszélés szerint lehúzott redőny, átszűrődő fények, és egy idegen autó folytassa. De nem, bekopogott. Az asszony gyorsan magára vett valamit, szaladgált ajtó kibe. Nem volt nehéz kitalálni, mi történt, oda ment. Én meg beszólt az állat a másik ajtó, hogy hát bátran jöjjön ki. Az meg kijött, az a bizonyos harmadik, akinek nem kellett volna ott lenni. És abban a pillanatban tört össze ennek az embernek az élete, 35 év házasság. Egyébként szép, harmonikus, a végén valóban egy kicsit zötyögő, de még mindig úgy tűnik, hogy akkor még helyre
igazítható emléke. És akkor ő mesélt, most már harmadszorra találkoztunk, az asszony elköltözött, gyakorlatilag egyik napra a másikra otthagyta a férjét, de azért még visszamegy a ruhákért, meg még visszamegy, volt valami születésnapi parti. A férfi pedig csontsoványra fogyva. Ja, az, hogy a munkahelye 2 hónap múlva megszűnik, az egy dolog. Ráadásul. Az, hogy a gyerekei azt mondják neki, hogy apa, vedd már magad észre. Hát nem érted, és nem látod még be. Ők már régóta sejtenek valamit. Amit az a férfi még mindig csak itt tart, hogy lehetetlen vagy lehetséges. Lehetséges újból egymásra találnom. Lehetséges újat kezdeni. Lehetséges a régi sebeket befoltozni. Itt egy oltár, amin csorgadozik lefele a víz, miközben ott tombol az ellentábor, teszi fel ezt a kérdést valakinek, hogy lehetséges. Nem tudom nektek, van-e ilyen és ehhez hasonló kérdésetek, hogyha az embereitekre gondoltok, a hozzátok közel élőkre, a munkátokra, hivatásotokra, hétköznapjaitokra gondoltok, hogy lehetetlen, vagy még lehetséges. Bocsássátok meg, eszembe jut megint Adi. Fantasztikus, nézzétek meg ezt a verset, ismeritek jól. Mint hogyha Illés írta volna ezt a verset, vagy ez az édesapa, vagy olykor te meg én. A vers címe ez, hogy Szent Lehetetlenség Zsoltárja. Ismeritek? Aki ismeri, kap egy piros pontot érte. Így üzenem. Pokolhintán vad, szédítő körök, tüzes mélységek fens alant, zuhanva szállni, szálva zuhanni, való alatt és képzelet fölött, és mindenütt, és mindenütt, és mégis a konok határok kemény tilalom létsze üt. Figyeljetek, mert várhatatlanokra várok, mert nem várok mást, mint várhatatlant. Ó, véres kínok, véres kínja ez! Hörögve dönget vágyam kapukat, arcomra pirosan bemázolt csontváz tiltós, bolondos ujja mutat. Tudnék, hogy nem, ez lehetetlen, nem. Folytatja? S körülöttem csak lehetőség, s álmodhatós lenge álmok, s nincs Isten, hogy hintám dohott rab útjából kiszálljon, s vágyam megfogjon valamit, eleddig még megfoghatatlant, s megöleljen valakit, eleddig megölelhetetlent, a tüzes mélység megvakít, agyam felforr, torkom rekett, s bomlott nehéz alkonyaton átkozott szent lehetetlenség, zengem sorvasztó éneket. Tudnélik, hogy lehetetlen. Soroljam, hogy az elmúlt héten milyen hangok üzentek erről. Miközben a társát kereste, a szerelmét kereste, a volt szerelmét kereste, ami már elszürkült, a soha nem volt szerelmét kereste, csak az álmai után futott, a gyermekét kereste, hogy hova tűnt, az apját kereste, akit soha nem is ismert, folytassam, hogy lehetetlen, szent lehetetlenség, hol van az a valami, az a valaki, az a csoda, lehetetlen, vagy lehetséges. És akkor itt jön ez a félmondat, és nézzétek, itt jön a csoda, és itt jön a válasz a költő hangjára, hogy ez lehetetlen, és csak zengeni tudom ezt a sorvasztó éneket évek óta, ha nem tévedek, hogy nekem is, meg neked is lehetetlen. Itt jön egy félmondat, ami felülírja ezt a hangot, hogy tudnék, az Istennek semmi sem lehetetlen. Az Istennek semmi sem lehetetlen. És akkor itt olvassuk a történetet. Lelocsolják, azok ott tornáznak körülötte, 450-en, nem történik semmi. Az Úr pedig alá küld egy villámot, meggyújtja az oltárt, és az szépen áldozati oltárként elég. Tessék nekem ezt megmagyarázni, hogy mikor lehetetlen, vagy mikor lehetséges? Tessék nekem megmagyarázni. Vagy ha te arra kérsz, hogy magyarázzam meg, a válaszom egyértelmű. Nem tudom megmagyarázni. Fogalmam sincs. Egyet tudok. Hogy az Istennek semmi sem lehetetlen. Az Istennek semmi sem lehetetlen. Azt a víztől csorgadozó valamit ott, az ő hatalma által szénné égetni.
és a régi sebeket begyógyítani, és egyszer újból egymásra találni, vagy egyszer végre megtalálni azt a valakit, aki nem lelegyint másfél év után, hogy ja, bocs, tévedtem, nekem nemrég volt egy ilyen. Nagy volt egyébként, ezt elmesem, de csak dióhéjban. Feltűnt valaki az életemben, ilyen még nem volt, azt mondja nekem, hogy ő adni akar. Mondom, aranyos. Kedves tőle, egy volt diákom, így csak feltűnt az éterből, hosszú évekig nem láttuk egymást, és akkor így megkeresett, ugye, ahogy szoktuk ezt Facebookon, hogy ő jön és beszélgessünk. Általában azért jönnek, hogy én adjak nekik megértést, meg blablabla, de ő azért jön, hogy ő adjon. És ezt így elmondja, mondom, de jó, aranyos, hát akkor lássuk. És eltelt másfél hónap, és a vége az lett, hogy hát nem ígérhet semmit. Azt, hogy közben mit történt, azt nem mesélném, az unalmas, hosszú és egyhangú. De így jön valaki, aki adni akar, megszólal bennem egy hang, jé, van ilyen. Elképzelhet, hogy akkor én is kapok valamit. Mert persze az ember megszólta, hogy mindig csak adni kell, persze, hát ezért fizet meg. Na de, hogy valaki adjon. Eltelt pár hét, a vége ez lett, hogy de nem ígérhetek semmit. És közben arra döbbentem rá, hogy igaza lehet, mert hogy ember. És ha valaki ugyanezt élte át volna velem, akkor nyilván igaza van, mert hogy ember. De itt van valaki, akinek semmi nem lehetetlen. Ismeritek őt? Tessék komolyabban venni őt. Lejárt az idő, befejezem. Hogyan tovább? A történetből kiderül, az utolsó mondat utal erre. Nézzétek meg! Az utolsó mondat így hangzott. Az Úr keze illésen volt, felövezte az ő derekát, és Akháb előtt elfutott Jezreel felé. Befejezem, sokkal gyorsabban, mint szándékoztam. Hogyan tovább? Mert eddig sem volt könnyű, igaz? Tessék olvasni a történet folytatását, azt is jól ismeritek. Ez az ember, ez a próféta elmegy a pusztába, leül egy fa alá, és azt mondja, hogy elég, vége, befejeztem, kiszállok, pont, elegem van, tele van a hócipőm, csináljátok nélkülem. Így hangzik a folytatás. Hogyan tovább? Nálad hogyan tovább? Hogyan indulsz tovább? Hitpróbák, életpróbák, nagy törettetések, nagy mélységek után, ahogy illésnek, most tovább kell indulni. A nézetek azt mondja, hogy elég, nem csinálom tovább. És itt vagytok ti velem szemben, és sokan, akik azt bizonyítják, hogy lehet tovább csinálni, akkor is, amikor nehéz. Akkor is, amikor elegem van, akkor is, amikor tele van a hócipőm. Itt ültök velem szemben ti, akik máshol is ülhetnétek ebben az órában, és ismeretlenül is tudom rólatok, hogy azért vagytok itt, mert erre a kérdés, hogy hogyan tovább, ez volt a válaszotok, hogy akkor is vele, és akkor is mellette, hogyha a körülmények nem ezt igazolják. És tudom, hogy ti is, meg én is voltunk olyan helyzetben, mint Illés, ha ezt a kérdést fürkészszük, hogy hogyan tovább, hogy azt mondta, hogy elég, és nem csinálom tovább. Mert nem igazoltad a veled kapcsolatos terveimet és álmaimat. Akkor miért maradjak veled tovább? És azt mondja, hogy elég. Ki tudja a folytatást? Ezzel befejezem. Mi történik? Megjelenik egy angyal, ez az. Egy angyal. Egy angyal, aki elkezdi őt erősíteni. Aki nem sokat, egy pár pogácsát, meg egy pohár vizet, de annyit ad, hogy eljusson az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Nem szabad megállni félúton, ezzel befejezem. Ne tessék megállni félúton. Láttunk embereket félúton kiszállni, igaz? Hogy elég, leül a fa alá, és elég. De ennek az embernek tovább kell mennie, mint ahogy neked is, a keskeny úton, bocsássátok meg, én tudom, hogy nem könnyű. Egyedül, magánosan, sem utóda, sem boldogőse, sem rokona, sem ismerőse senkinek olykor életérzéssel, tovább kell menni, mert te vagy az az ember, akire az Isten feladatot bízott. Ti vagytok azok az emberek. Ezért erre a kérdés, hogy hogyan tovább? A válasz épp úgy, mint eddig, vele. És általa, a keskeny úton, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. A történet folytatását nem tudom, hogy veszitek-e majd, azt hiszem már nem.
Isten embereket ad elé, Isten meghagyott tanítványokat küld elé, Isten feladatot bíz rá, rengeteg feladat vár rá, tehát tovább kell menni. És vár egy csodálatos Isten élmények találkozás. Ne tessék kiszállni félúton, hanem tessék végig menni. Isten áldjon meg titeket mindebben. Három kérdés volt. Kihez tartozol? Tudom, hogy hozzátartozol. Erősödj meg ebben a kapcsolatban. Lehetetlen vagy lehetséges. Nem tudom megmagyarázni, de hirdetem, hogy lehetséges. Még az is, amire most a körülmények úgy tűnik, azt mondják, hogy nem lehetséges. Hogyan tovább? Úgy, ahogy eddig tettétek, vele és általa. A tőle kapott feladatok és a tőle kapott szolgálatok irányába. Áldjon meg titeket így a mindenható Isten, és adjon nektek sok-sok áldást és sok-sok erőt ezen az úton. Amen.